Tudom, hogy megint van mindenre magyarázat, de majd holnap kíváncsi leszek megint, mert mindenki megint magyarázkodik. Mehetünk ahhoz a kapuhoz, gyerekek. Ugye csak videófelvételeken láttam, hogy is játszott Peti bácsi. Jól hallották, Peti bácsi. Mindenki Lipcseiért manapság már csak így szólítják a Fradi edzéseken. Ráadásul ezt olyanok teszik, akik tényleg már csak videón láthatták, mit tud jelenlegi mesterük. Lipcsei Péter ugyanis a Fradi U21-es csapatának a vezetőedzője. Lendületből viszem rá a falra, Kevin! Bátran! Szép az! De ezen a poszton is megállja a helyét, és ezt jól jelzi, hogy Tomás Dolmár menetrendszerűen hívja fel Lipcsei tanítványait a felnőtt csapatba, akik rendre jó teljesítménnyel és olykor már gólokkal veszik ki a részüket a nagyok játékából. Örültem annak, hogy igazából Tomás Dol ezekhez a játékosokhoz hozzányúlt, és most a legfontosabb az, hogy egyéneket neveljünk, és mikor mindig mondjuk, hogy nem az eredménye fontos, hanem az, hogy játékosokat neveljünk ki, és próbáljunk legalább évente egy olyan játékost feladni, aki meghatározó játékos lehet az első csapatnál. Ha pedig egyéneket kell nevelni, akkor arra ki más lehetne alkalmasabb, mint a Fradi egyik legnagyobb egyénisége. De Lipcsei neve már akkor is sokszor szóba került, amikor az eredmény volt a fontos a Ferencvárosnál, azaz amikor a felnőttekhez kerestek edzőt. Most jelen pillanatban olyan helyzetben vagyok, mint Nyilasi Tibi volt annak idején, hogy amikor edzőt kerestek, akkor mindig a Nyilasi Tibinek a neve volt. Én úgy gondolom, hogy én nem kapkodok, tehát ez az ötödik évem, amikor edzősködöm. Nyilván tanuló fázisban vagyok, és tanulni szeretnék nagyon sokat, és hát most jelen pillanatban ugyebár 14-16 játékos kaptam a tavalyi utánpótlástól, és hát ezt a csapatot kéne összegyúrni, vagy pedig olyan játékosokat nevelni, amit még egyszer mondom, hogy az első csapatnak a jövője lehet, és hát bízom benne, hogy fogunk is találni olyan játékosokat, akik nem sokára ott fognak kopogtatni a Ferencváros ajtajába. Ezek közé tartozik például Popov Patrik, aki a Liga kupában már gólt is szerzett a felnőtt csapatban, de egy valamiben ő is pont ugyanolyan, mint a többi U21-es fradista, szinte istenként néznek fel edzőjükre. Amikor én még játszott, akkor én még nagyon kicsi voltam, de hát már akkor is látszott, hogy zseni. Egyszerűen a foci az egy zseni. Nyilván nem kell elmondani senkinek, hogy a Fradi csúcstartója, legnagyobb példakép itt a gyerekek számára és mindenki számára. Edzőként is ugyanezt tudom róla elmondani, hogy mindenki fölnéz rá, jó értelemben üt-vág minket, edzéseken, edzések után is, és mindenki lesi az utasításait. Lassú gyerekek! Bravo Zsivó, bravo Zsivó, bravo Zsivó! Persze, hogy ezek a fiatalok felnéznek Lipcseire, úgy hajdanán ő is tátott szájjal figyelte edzőit, és a következő felsorolásból egyértelműen kiderül, volt kitől tanulnia. Bobby Robzontól, Mourinhótól, Nyilasi Tibitől, Garami Józsi bácsitól, Gele Imrétől, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultunk, vagy tanultam, és próbálom azokat a pozitívumokat a játékosoknak elmondani, de itt igazából itt az a lényeg, hogy a játékosok is átérezzék, hogy milyen lehetőségek előtt állnak, és itt a játékosoknak is észbe kell kapni, és tényleg mindent alárendelni annak, hogy megmutassam azt, hogy milyen futbolista vagyok, és itt van ez a zöld gyep, ott már sajnos mi már nem tudunk segíteni, tehát ott mindenkinek az akaratát és mindenkinek a teljesítményét bele kell rakni, szívvel, lélekkel, és utána a mindenkori vezetőedző most jelen pillanatban Tomás Dol el fogja dönteni azt, hogy kire van szükség, és ki fog kapni profi szerződést. Egy utánpótláskorú fradistának pedig ennél nem is lehet nagyobb vágya. Ám azzal azért zavarba tudtuk hozni őket, hogy a hőnáhított profi szerződést a jelenlegi vezetőedzőtől, Tomás Doltól, vagy inkább jelenlegi mesterüktől, Lipcsei Pétertől vennék át. Ezt nagyon-nagyon nehéz, ez egy jó kérdés megmondani, mert Dolt még annyira őt nem ismerhetem. Azért a Tomás Dol mögött több szakmai múlt van, úgyhogy én megnézném a Dolt is, és természetesen Peti bát is azért. Én azt mondom, hogy először mutatkozok be Tomás Dolnál, és aztán pedig Lipcsei Péternél játszok egy egész szezont. Ha Lipcsei múlik, akkor előbb-utóbb ennek is eljön az ideje. Nyilván az ember mindig motiválja magát, tehát én soha nem voltam, soha nem elégedtem meg magammal. Tehát nyilván szeretnék NB1-es edző lenni, nyilván egyértelmű, hogy az embernek a szíve vágya az, hogy a Ferencvárosnál. De én úgy gondolom, hogy nem kapkodok, rengeteget kell tanulnom, rengeteget tanultam Ricardo Muniztól, rengeteget most Tomás Doltól, aki rengeteget segít nekünk, és gondolom, hogy majd eljön annak az ideje, hogy egyszer én legyek a Ferencváros vezetőedzője, nyilván ez az álom, de hát mondom, még egyszer sokat kell dolgozni, sokat kell tanulnom ehhez.